A Magyar Falu programnak köszönhetően vásároltak 5 millió forint összegben új játékokat az új harangodi óvodásoknak. Simon István polgármester elmondta stábunknak, hogy az óvoda pedagógusokkal egyeztették azt, hogy milyen fejlesztő és egyéb játékokra lenne szüksége a gyerekeknek. Ennek köszönhetően került kihelyezésre a kisvonalt, a homokozó, a csúszda, a rugós játék és minden olyan, amire szükségük volt, mivel az előző eszközök már nem voltak megfelelő minőségűek, és az állapotuk is kifogásolható volt. Magyar Falu program keretein belül nyújtottunk be pályázatot az új harangodi óvoda udvar játékainak fejlesztésére. Mintegy 5 millió forint értékben sikerült megújítanunk a játékparkot. Azt tudnunk kell, hogy új harangodon 2005-től működik óvoda, addig az általános iskolások használták az épületet. Az itteni játékok már nagyon elavultak, voltak balesetveszélyesek, ezért az volt a cél, hogy ezeket mi hamarabb kicseréljük újakra. Egyeztetve az óvónőkkel, leülve, átbeszélve, melyek azok a játékok, amelyek leginkább segítenék az itteni gyerekek fejlődését, állítottuk össze a listát, amit itt most már látunk is. Az elmúlt héten sikerült a kihelyezésük. Az udvar lehetővé tette, hogy minél több játékot, nagyságot tette lehetővé, hogy minél több játékra tudjunk pályázni. Én bízom benne, hogy a gyerekeknek ez nagyon hasznos lesz. Egyrészt ugye a fejlődésük szempontjából, másrészt persze meg a kikapcsolódás a játék. Az, ami a legfontosabb még az ő számukra. Több különböző eszközt helyeztek el, amit már a kicsik használatba is vettek. Kisvonat, csúszda, homokozó, amőba és még jó néhány olyan játékot szereztek be, amivel a gyerekek biztonságosan tudnak játszani. Az óvodai csoportban 23 gyermek van ebben a tanévben, azonban van, amikor ez eléri a 30 fős létszámot is. A gyerekek már birtokba vették a játékokat, nagyon örültek neki, tehát teljesség igénye nélkül próbálom azért felsorolni, hogy mik kerültek ki. Fedett kocsi, mozdony, amőba, rugós játék, csúszda, elődvár, homokozó, padok. Per pillanat a létszám 23 fő, de ez ugye minden tanévben változik. Átlagban egy ilyen 20-30 fő közötti a gyermek létszám. Itt az óvodai csoport különben vegyes összetételű. A homokozó fedett részét pedig új náddal szeretnénk bevonni, az a héten meg is történik majd. Az új eszközöket minden gyerek nagy örömmel fedezte fel, és bíznak abban, hogy minél többet tudnak ezekkel a játékokkal játszani a friss levegőn.